Örökdi Ferenc, minden advent. Minden advent kegyelem, vétkem jóvá tehetem. Minden advent vigalom, Isten Úr a viharom. Minden advent érkezés, általad egy drága kéz. Minden advent alkalom, győzhetsz saját magadon. Minden advent ítélet, így kellene, s így élek. Minden advent remegés, Isten felé epedés. Minden advent ima is, Uram, fogadj be ma is. Minden advent szeretet Betlehembe vezetett. Köszönd meg hát a csodát, a világ karácsonyát. Drága betlehemi fiúcska, add, hogy egész lelkemmel közeledjek születésed mély misztériumához. Helyezd az emberek szívébe azt a békét, amit néha, hogy nekik esetetten keresnek, és amit csak te tudsz megadni. Segíts, hogy jobban megismerjük egymást, és mint ugyanannak az atyának gyermekei, testvéri szeretetben éljünk egymással. Fedd fel előttünk szépségedet, szentségedet, tisztaságodat. Ébreszd fel szívünkben a szeretetet és a hálát végtelen jóságodért. Egyesíts mindenkit a szeretetben, és add meg nekünk a te mennyei békédet. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így nyilatkozott keresztelő Jánosról. Bizony, mondom nektek, az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A mennyek országa keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és az erőszakosok szerzik meg. A proféták és a törvény Jánosig mindannyian ezt jövendelték. Ha tudni akarjátok, illéső, akinek el kell jönnie, akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket csütörtök reggelén. A mai evangéliumban ezt olvassuk. Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál. Azt gondolom, nem tévedek, ha azt mondom, hogy ennél nagyobb dicséretet alig, ha lehet emberre mondani. E szavak valódi súlyát mégsem annak a tartalma adja, hanem annak személye, akitől ez elhangzik. Maga Jézus mondja ezt az előfutárról, keresztelő Jánosról. És most gondoljunk bele mi, ma élő, Krisztus követő keresztény emberek, hogy mi is tudunk-e így tekinteni a másik emberre? Tudjuk-e elismerni a másik jó tulajdonságát? Tudjuk-e elismerni azt, hogy esetleg a másik többet tud, tehetségesebb, szorgalmasabb, mint én? Az emberi nagyság nem abban van, hogy magamat tartom a legnagyobbnak, hanem az emberi nagyság abban van, ha el tudom ismerni, hogy esetleg a másik ember tehetségesebb, mint én. Előbbre jár az úton, mint én. János személyét jól ismerjük. Zakariás és Erzsébet gyermekeként született, akik már idősek voltak, és nem számítottak arra, hogy gyermekük utóduk lesz. Az Isten irgalma mégis lehajolt hozzájuk, és ennek gyümölcseként született az előfutár János. A születésére körüli csodás események atyának
Zakariásnak a megnémulása, majd újbóli megszólalása felkeltették a rokonság figyelmét. Vajon mi lesz belőle fölnőttként, ha már újszülött korában megmutatkozik körülötte a mindenható Istennek a kegyelme? Miután fölnőtt, János kivonult a pusztába. Életmódja, s nem különben tanítása, most is fölkeltette az emberek figyelmét, az ő érdeklődésüket. Bűnbánatot hirdetett, megtérést. Tömegek keresik fel, hogy a bűnbánat jeleként megkeresztelkedjenek nála. Azt hirdette, hogy hamarosan eljön a Messiás, eljön a megváltó. Készítsétek az Úr útját, mondta. Kedves ó testvéreim, szavai ma nekünk is szólnak, akik adventi utunkon haladunk. Az eljövendő megváltó számára szeretnénk utat készíteni, hogy ő beléphessen életünkbe, és megszülethessen a mi szívünkbe. Amen.